Hát maga az intézménynek a neve, ez az NCT Akadémia. Az NCT Akadémiát az NCT Kft. 2010. decemberében alapította, azzal a szándékkal, hogy mindenféle korosztálynak, akik szerszámgépes, illetve ipari elektronika fejlesztési területen az NCT Kft. Termékeit alkalmazzák, hajtásokat, vezérléseket, motorokat, CNC gépeket, megfelelő minőségű szakképzéshez jussanak. Maga az NCT Akadémia oktatói állomány, az kb. 20 éves múlttal rendelkezik már. Korábban a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán, illetve az Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen oktattak. Szándék az nyilvánvalóan kettős volt, ugye az egyik az, amit az előbb mondtam, a másik pedig azt mondom, hogy a saját személyi állományunkban is képesek vagyunk kinevelni egy olyan jellegű szakembergárdát, akivel talán a 21. század új technológiáját, új CNC, illetve szerszámgépes technológiáját is meg tudjuk majd valósítani. Képzés célja, ahogy az előbb említettem, kettős. Egyrészt azoknak a partnereknek, ügyfeleknek a személyi állományába képzünk szakembereket, akik az NCT Kft. Termékeit, hajtásait, vezérléseit, szerszámgépeit használják. Másrészt pedig egy olyan lehetőséget nyújtunk a fiatalok számára, amivel el tudnak helyezkedni egy olyan területen, aminek a hiány szakmája megközelítő 60%-os. Ez milyen előképzettség kell a tanulmányok elkezdéséhez? Az előképzettség attól függ, hogy ki milyen szinten kezd. Ugye nálunk az alapszint ez a CNC forgácsoló, itt a bemeneteli szint ez a 8 általános. Az ide beiratkozó hallgatók az alap fogásokkal kezdenek, vagy alaptantárgyakkal, alapozó tantárgyakkal kezdenek. Műszaki kommunikáció, ábrázoló geometria, anyagismeret, gyártástechnológia, forgácsolás technológia, szerszámgépek, és utána jutnak el odáig, hogy CNC forgácsolással találkoznak, gyakorlatban és elméletben. Ugye nálunk a gyakorlat az elég erős, kb. 70%-os. Egyébként ez, amit az OKI is erőltet. Azok, akik a CNC forgácsolói szinten megvannak, következő lépcsőfok ez a CAD/CAM CNC programozó technológus. Ennek már az előfeltétele az, hogy vagy rendelkezik valaki CNC forgácsoló, vagy NCC-NC gépkezelő végzettséggel, vagy pedig van egy munkáltató által leigazolt 3 éves gyakorlat. Ezen felül természetesen vannak egyéb saját képzéseink is, például service technológus, PLC programozó, és most egyre inkább úgy tűnik, hogy egyre több ügyfél kapott vérszemet, ha szabad így fogalmaznom, kezdenek olyan képzéseket kitalálni, mivel a saját szervizes gárdájukat is képesek fejleszteni, ilyen 50-100 órás tanfolyamokra tesznek javaslatot. Milyen elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el a jelentkezők? Az elméleti ismeretek, ahogy beszéltünk róla, hogy ezek az alapozó tantárgyakban valósulnak meg, illetve a CNC programozás kezelésnek az elméleti ismeretei. A gyakorlati ismeretek pedig egészen onnantól kezdődik, hogy egy egyszerű 2D-s kontúrt megírni, azok, akik eljutnak a technológiai szintre, ellenorsós, hajtott szerszámozású esztergával találkoznak, 5D-s maró meg munkálóközponttal találkoznak, szikraforgácsoló géppel találkoznak. Milyen lehetőség van a tanulmányok befejezése után az elhelyezkedésre a kinti életbe? Van néhány intézmény, aki úgy reklámozza magát, aki hozzánk beiratkozik, azoknak a 90%-a végez, nálunk egy kicsit másabb az arány, viszont aki nálunk végez, százalékra most én nem mondok, hogy nálunk hogy alakul, de az, aki nálunk végez, egy részüknek már mi is tudunk ajánlani. Elhelyezkedési arány nálunk közel 100%-os, legalábbis azoknál a hallgatóknál, akik eljutnak a sikeres vizsgáig. Milyen a jövője a szakmának? Ez egy nagyon jó kérdés, úgy néz ki, hogy nincs vége, tehát ezt még nem látjuk, de ami biztos, hogy a mai világban már nincs olyan gép, vagy nincs olyan eszköz, ami valamilyen úton-módon ne kapcsolódna az NCC-NC technológiához. A mai használatos eszközöknek már azt mondom, 100%-a valamilyen úton-módon kötődik a CNC gépekhez, a CNC gyártáshoz. Milyen trendek érvényesülnek a közeljövőben? Milyen trendek? Hát én azt mondom, NCT 201-es vezérlő. Már szabad reklámozni ezt a szabad dolgot. Ugye Magtek 2011-es kiállításon be is fogjuk mutatni ezt az új vezérlőt. Mikor lesz ez a kiállítás? Ez május közepén lesz, 17-én indul. Egy héten keresztül, tehát 4 napon keresztül sok szeretettel fogjuk várni az érdeklődőket. Amellett, hogy bemutatjuk ezt az új vezérlőt, hogy ott mutatkozik be először hivatalosan az NCT Akadémia is,
ahol folyamatos képzések lesznek, folyamatos előadások lesznek, és többek között nem csak a felhasználókat, hanem már a középiskolákat is meghívtuk, mert az országos versenynek a résztvevőit is meghívtuk erre a nemzetközi kiállításra. Mi a képzés időtartalma? A képzések időtartalma a legrövidebb, úgynevezett szuperintenzív tanfolyamaink, ahol már előképzettek jönnek. Ezek 4-5 naposak szoktak lenni. A leghosszabb, ugye ez pont a CNC forgácsoló, ez pedig közel 1 éves. Hogy történik a megszerzett tudás ellenőrzése, mérése, oktatási idő alatt? Mi úgy nevezzük, hogy modulzáró vizsgákat kell tenni a hallgatóknak vagy diákoknak, ez ami kötelező, és persze menet közben véletlenszerűen bebecsempészünk egy-egy dolgozatot, egy-egy programírás, egy-egy gyártás. Tehát vannak olyan részek, amikor föl lehet készülni, valamik váratlanul érik a diákokat, úgyhogy nálunk nagyon fontos feladat, nagyon fontos cél az, hogy folyamatosan készülni kell. Én mindig is azt oktattam, vagy azt tanítottam a saját tanáraimnak, hogy ők azért kapják a fizetésüket, hogy a hallgatók kérdéseire válaszoljanak. A hallgatókat meg folyamatosan kényszerítve kell, hogy merjenek kérdezni. Ugye sajnos felnőtt emberekről van szó, úgyhogy nem mernek már kérdezni. Súlykolni kell velük, hogy igenis kérdezni kell. Nappali és levelező képzés is? Vagy pedig nem hiszem a levelező képzésbe. Ez a terület annyira gyakorlatorientált, hogy én nem hiszek a levelező képzésbe. Tehát láttam, hogy rengeteg iskola indít CNC területen is, nem tudom elképzelni, hogy működjön. Lehet, hogy igen. De akkor oda az kell, hogy tényleg valakinek van egy 15 éves tapasztalata, és a levelező képzés csak arról szól, hogy egy ilyen átismételjük, vagy vannak olyan témakörök, területek, ami egy kicsit foghíjas, és esetleg ott szeretne mélyebb tudást szerezni. Hogy történik a minősítés oktatás befejezésével? Az jól meg szokott, ugye 1-5-ig az osztályzattal. Meg ki szoktuk persze emelni a legjobb hallgatókat, meg ami mondom, egy hatalmas pozitív vagy plusz dolog a más iskolákhoz képest, hogy az, aki tényleg úgy szerepel, azok menet közben elkelnek. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, hogyha egy munkanélküli csoporton belül a legjobbaknak már állása lesz, már akkor megérte. Hogyha azok, akik esetleg ide kerültek és volt munkahelyük, menet közben olyan lehetőséget látunk bennük, illetve cégek, akikkel együtt dolgozunk, olyan lehetőséget látnak bennük egy jobb állás lehetőséget kínálnak számunkra. Gyártanak valami mesterdarabot, hogy így mondjam? Gyártani kell természetesen. Tehát egy gépkezelőnek ugye vannak alapfogások, amik el kell sajátítaniuk. Lehet, hogy azt az alkatrészt mondjuk menet közben 20-30-szor is legyártják, de az alapfogások nem változnak akkor sem, hogyha én azt mondom, hogy átkerülök egy másik céghez. Míg mondjuk egy programozó technológusnak, ott ő neki azért már váratlanabb helyzetekre, szituációkra is kell reagálni. Én mindig azt mondom az elején, hogy amit biztosítani tudunk, az, hogy egy nagyon alapos tudást tudunk adni, ahol tényleg a legfontosabb elveket, a legfontosabb dolgokat rögzítjük, megtanítjuk, és erre viszont már lehet építeni. Én azt mondom, hogy ha valaki NCT 104-es vezérlőn megtanul programozni például, akkor azt 70%-ban már átültetheti, hiszen minden vezérlőnek 70% ugyanaz alapja, már átültetheti egy másik vezérlőre. De akkor már csak ismétlés az, hogy mennyire látható és mennyire korszerű a megszerzett tudás. Állítólag mi voltunk, meg mi vagyunk, mi vagyunk az ország legjobb képzőközpontja. Ezt aztán bizonyítják azok a hallgatói referencia levelek, köszönőlevelek, amik a honlapunkon is fönntalálhatóak. Szerintem az mindent elárul, illetve azok a visszajelzések, amiket a cégektől kapunk az ország bármelyik területén, de említhetnék sok külföldi kollégát is, Spanyolország, Anglia, Amerika, Kanadában, Németországban, Hollandiában, rengeteg helyen vannak hallgatóink. Mit kell az oktatásra jelentkezőnek vállalnia? Az, hogy legjobb tudását beleadja, az, hogy tanulni fog, azon nem csak azért jön ide, mert mondjuk egy munkahelyi központ fizeti neki a tanfolyami díjat, nem csak azért jön ide, mert otthonról el akar szabadulni esetleg, és addig is nyugton hagyják, hanem itt komolyan kell venni és tanulnia kell. Jelenlegi évet vezetünk természetesen, tehát a 20% fölötti hiányzás esetén automatikusan megválunk a hallgatóktól, illetve hát a tanfolyami díjat annak függvényében, hogy milyen képzésre iratkozott be, azt folyamatosan ütemesen fizetnénk kell. Hát itt naponta van oktatás, ugye?
Úgy van, hogy a CNC forgácsolóknak van a délutáni, amit talán úgy nevezhetnék, hogy esti képzése, ami heti kétszer van, kétszer 6 órában. Van a CNC forgácsolóknak szintén a munkanélkül is képzése, ez ugyanúgy, mint bármelyikünknek ez a heti 40 óra, munkahétnek tekinthetjük. Van a programozó technológusoknak, akiknek például minden szombaton van 10 tanórájuk, meg vannak az úgynevezett szuper intenzív tanfolyamok, azt mondtam, hogy heti 4-5 nap, és ugye minden nap 10 óra. Tulajdonképpen akinek nincs munkája, az is tud tanulni, még van munkája, vagy más jellegű munkája van, akkor még beiratkozhat ide, hogy fejleszte saját magát. Pontosan. Az átlag korosztály, ez mi az átlag korosztály? Hát legfiatalabb hallgatunk 11 éves, a legidősebb hallgatunk pedig 62 éves volt. Pillanatilag 3 tanteremben folyik nálunk az oktatás. A legnagyobb tantermünk az a gépgyakorlatos tantermünk, aminek az eszközparkját, szerszámgéppartját folyamatosan cseréljük, folyamatosan fejlesztjük. Ugye annak függvényében, ahogy jönnek ki az újabbnál újabb technológiák, az újabbnál újabb szerszámgépek. Második tantermünk az a CAD/CAM, illetve CNC programozó tantermünk, ez egy 32 férőhelyes számítógépes laboratórium. A harmadik tantermünk az pedig egy elméleti oktatóterem, ahova szintén 32 fő férve, 30 fő, levettük 30 főre, bocsánat, 30 fő férve. Itt elsődlegesen az elméleti ismereteket szoktuk, illetve hát az írásbeli tesztek, ezért jobban szeretjük, hogyha a diákok nem bújnak be a számítógép mögé, tehát általában ez a tanterem szolgálja ezt a célt.